Ha néztél már korábban olyan videót, amiben engem látsz vagy hallasz hifi eszközről beszélni, akkor bizonyára feltűnt, hogy be nem áll a szám, amennyiben ez egy jól sikerült eszköz, és ennek a tulajdonságait, illetve a hangzását kell ecsetelni. Most mégis egy kicsit nehéz dolgom van, mert nehezen találom a szavakat ezután az élmény után, amiben most így sikerült részesülni. Ez egy rendkívüli eseménynek tekinthető, ez egy vásárlónak a rendelésére érkezett ez a Mark Levinson 526-os sztereó előerősítő, és a kedves ügyfél jóváhagyásával ugye hozzájárult ahhoz, hogy itt most kicsomagoljuk az eszközt és ráfüleljük erre a rendszerre. Ez a sztereó rendszer egyébként kipróbálható előzetes bejelentkezéssel itt a Házi Mozi stúdióban, de így, hogy egy 526-os van betéve koronadísznek, analóg digitális előerősítőnek, ez most egy ilyen rendkívüli esemény volt. És gondoltam, hogy akkor csinálunk egy hangulatos kis. Hát, hogyha van olyan, hogy kocsi pornó, meg ételpornó, akkor ez lehetne hifi pornó videót az unboxingról, megvillantva egy-két közeli részletet, hogy valamennyire átjöjjön ez a Mark Levinson életérzés, de a hangot így kamerán keresztül visszaadni, szóval, szóban visszaadni. Igaz, hogy már több mint 10 éve foglalkozom hifi eszközökkel, és ezek között voltak nagyon magas minőségűek is, de ez egy olyan dolog, hogy erről nem lehet beszélni, és nem is érdemes beszélni, mert a szavak csak plusz áll jelentést és félérthető értelmezést adnának annak, ami egy ilyen rendszerrel, ami egy ilyen hangzással megtestesíthető. Minden szempontból a kiválóság az itt megállja a helyét, én legalábbis azt gondolom, még ha szubjektíven is. Ez egy olyan szintű tapasztalása a zenének, amit nem igazán lehet szóban megfogalmazni, meg nem is biztos, hogy érdemes. Ez olyan, amikor egy adott műről beszélünk, lehet ez egy festmény, egy szobor, vagy egy zenemű, teljesen mindegy. Ha ott vagy fizikailag, és átérzed, és megéled, akkor érted, hogy mit tud az a cucc. Egy órán keresztül beszélhetnék arról, hogy milyen felhasználó élmény és milyen zenei élmény társul a rendszerhez, kis és nagy hangerőn, stb. Afelől semmi kétségem nincsen, hogyha valaki a top minőséget akarja, a leginkább magával ragadóbb és legneutrálisabb zeneélményt akarja, nem biztos, hogy van értelme ennél is magasabbra mászni, különösen úgy, hogy egy olyan kaliberű cégnél, mint a Mark Levinson, nincs ennél feljebb, tehát ami egy jelszint vezérlésre, bemenet választásra alkalmas eszközzel megtestesíthető, jelenleg abból a top minőséget képviseli az 526-os. Így néz ki az 526-os hátulja, a jobb és baloldali analóg hangkimenetek szépen el vannak különítve egymástól, szimmetrikus kivitel, összesen 5 analóg bemenetet, pontosabban 6 analóg bemenetet láthattok, ebből 2 XLR, 3 RCA, és van még egy pár Phono RCA, amire kifejezetten vinil hanglemezt, bakelit lemezjátszót tudtok csatlakoztatni. A végerősítőre XLR vagy RCA csatlakozóról tudjátok kiküldeni a jelet. A fő különbség az 523-as és 526-os Mark Levinson előerősítők között, hogy ez az 526-os, ez tartalmazza a Mark Levinson saját házon belül kifejlesztett Precision Link nevű DA konverterét, a DAC modul az ide került beépítésre. Itt választhattok ASEBU, 2 koaxiális, 2 optikai és egy számítógépes USB-B csatlakozók közül. Tehát összesen 6, akár 6 digitális forráseszközt is tudtok hozzá csatlakoztatni, és 6 analógot. Vezérlésre van lehetőség a masszív alumínium távvezérlővel, vagy tudjátok vezérelni hálózaton keresztül, erre szolgál az Ethernet port. Ha intelligens otthonban lesz beintegrálva, akkor van RS-232 ajzat, ezek a trigger ajzatok pedig arra szolgálnak, hogy amikor bekapcsolod az előerősítőt, akkor az magától bekapcsolhatja neked a rákötött végerősítőt, vagy végerősítőket, hogyha 2 monoblokkot kötsz rá. Ez az 526-os most szépen vissza lesz csomagolva, és elmegy friss gazdájához, akinek így videón keresztül is gratulálok. Azt hiszem, hogy sikerült elérnie a sztereós Himalájának arra a pontjára, ahova sokunk nem merészkedik, vagy nem tehetik meg, hogy felmerészkedjen, de neki sikerült, és hogyha neki sikerült, akkor bizonyára másnak is sikerülhet. Én csak azt tudom mondani, hogy ha van rá lehetőséged, meg kell hallgatni, hogy mit tud egy ilyen rendszer. Innen most kikerül az 526-os, de továbbra is kipróbálható ez a rendszer úgy, hogy 519-es digitális futómű van beillesztve előerősítőnek, és ez kiegészül 2 darab
Mark Levinson 5.36-os monoblock végerősítővel, tehát azért így az 5.26 nélkül sem kutya a maradék, amivel még itt lehet szórakozni. Hogyha kíváncsi vagy rá élőben, hogy milyen ez a hangzás, hogy milyen ez a Mark Levinson karakter, akkor előzetes bejelentkezést követően ki tudod próbálni az eszközöket itt a Házi Mozi stúdióban.